erre már ismerős arcok vannak, hogy látom. Hát megvan ez a Mitabló képünk. 81-től 85-ig jártunk ide az iskolába. Itt van a valamikori Szabó Csaba. Pontosan 35 éve végzett a Szexuális Szakképzési Centrum Apáczai Csere János szakgimnáziumában Szabó Csaba. Nehéz körülmények között született, édesanyja és nagymamája nevelte fel. Az akkori diák elsőként nem is a dombóvári oktatási intézményben készült tovább tanulni. Itt az Apáczai iskola szomszédjában volt akkor még egy Molnár György általános iskola, egy zenei tagozatos iskola, ahol Dombováron lényegében a jobb képességű gyerekeket iratták a szülők, tehát orvosoknak, pedagógusoknak a szülei jártak ide, az osztály 90%-ának a szülői háttere ez diplomás volt. Hárman voltunk, akik nem ebbe a kategóriába tartoztunk, így nekünk nehéz volt ott jónak mutatkozni, és az általános iskola vége felé ugye szóba került a pályaválasztás, és az otthoni családi életben a legfőbb szempont az az volt, hogy minél hamarabb olyan pályát kell keresni számomra, ahol pénzt lehet keresni. Már megvolt az az autószerelő mester, akihez beiratnak, hogyha 3 évig ide járok Dombováron az ipari iskolába, hogy ő majd a gyakorlatomat ott tölthetem nála. Mészáros József, akkori apácai tanár azonban nem engedte, hogy elkallódjon a már akkor jeles tanulmányaival kitűnő tanuló. Nem 3 év, 4 év érettségit is fogadni, és hát emellett a vasút egy biztos jövőt kínál az itt végzők számára jó kereseti lehetőséggel. Tehát így kerültem én itt ebbe az iskolába. Ide jártam 4 évig, tele voltam pozitív, jó tapasztalatokkal. Abba az időben több, ma már legendásnak mondható pedagógussal találkoztam, akár testnevelés órán mondhatnám a Viszlai József tanárurat is, aki mint ember volt példa számunkra, és hát voltak a tudományok terén is, matematikából, fizikából a Bokován házaspár, de a Zida nénit is mondhatnám, Mesterházi Csabánét, és hát hogy teljes legyen a kör, és hát lehet, hogy vele kellett volna kezdenem a szakmai oktatási háttér akkor is a Bazsinka István forgalmi tanár nevével kezdődően talán a karrierje csúcsán volt itt ebben az iskolában. A ma már pályavasúti területi igazgatóként Pécsett dolgozó Szabó Csaba azt mondja, olyan szakmai tudást szerzett itt, ami az egész jövőjét meghatározta. Amikor én végeztem 85-ben, az előző évben is, és az azt megelőző évben is már a dombovári apácai sok közül egy fő az ország legjobbja tudott lenni, és hát nagy várakozással éltük meg a 85-ös évet, mivel tudtuk, hogy itt az apácai iskola az eddigi nagy sikerek után vállalkozott arra, hogy megrendezze a 85-ös év tanulmányi versenyét vasútforgalmi szakon, és nem csak ezt rendezték meg, hanem a vasút mellett a gépjárműves és a postás szakmai versenyt is. Hát kicsit úgy rányomta a terhet a hátunkra ez a dolog, mert egész fél éven keresztül próbáltak motiválni bennünket, hogy hát meg kell mutatni hazai rendezési verseny, és hát már 2-szer megnyertük, jó lenne 3-szor is, és hát szinte úgy, mint a sportvilágban hallottunk ilyen titkos információkat, hogy a melyik iskolában milyen favoritok vannak, így hát ennek megfelelően mi is próbáltunk azért egy kicsit készülni. Hát több szűrőn keresztül sikerült végül is az országos döntőbe bejutni, 4 fővel a dombovári iskolából, és hát a 4 főből a 8., 7., 3. helyet és az első helyet magam részéről sikerült megszerezni. Tehát olyan munkakörbe alkalmaztak először, amihez nem csak diploma, hogy nem kell, de még akkor érettségihez sem volt kötve. És kicsit így furcsán éltem meg ezt a dolgot, viszont ma már tudom, hogy ezekből a gyakorlati tapasztalatokból mind a mai napig én mennyit tudok kamatoztatni a jelenlegi munkakörömben, mennyire át tudom érezni az ezekben a munkakörökben lévő embereknek, munkavállalóknak, kollégáknak a problémáit, és lényegében én mindig úgy tartottam magamat, hogy én nem igazgató vagyok, hanem én vagyok a családnak a
a vezetője, tehát mintha egy családfő lennék, akinek felelőssége van a családjából élő minden egyes személynek a sorsáért. Gál János igazgató hangsúlyozta, hogy a vasúti képzésen tanuló diákok között nagyon jó a kapcsolattartás, a mai napig élő és építő jellegű kapcsolatot tartanak az intézménnyel és a jelenlegi diákokkal. Nem említette Csaba, hogy a mi kapcsolatunk még jelenleg is élő és folyamatos, hiszen nem a vasúti szakmai területen, hanem a sport területén foglalkozik diákunkkal, és a karate oktatás egy kulcsfontosságú területe a belügyi képzésünknek, a vasúti képzésünknek, és nagyon eredményes. Szakképesítésével Kövesdi Szilárd is messze jutott. Most a Gyesev ZRT vezérigazgatója, de hogy eddig eljusson, a jól megalapozott tudásra volt szüksége. Azt mondta, hogy nem egyből, hanem fokozatosan lépett előre a szakmai lépcsőn. Ehhez kitartásra, szerencsére, folyamatos tanulásra és a biztos alapokra volt szüksége. Testvére példáját követve került a Dombóvári Tanintézménybe. Ahogy sikerült ezt a kezdetek után felépítenem az életemet, az bizonyítja, hogy jól választottam anno. Az itt töltött 4 éven, mert csak jó érzésekkel tudok visszaemlékezni, hiszen rengeteg élményem volt. Amellett, hogy kollégistaként nagyon sok élményen és barátságkötetésen vagyok túl. Azon túl nagyon sokat kaptam szakmailag ettől az iskolától, hisz magas színvonalú szakmai képzés volt akkor is itt, aminek köszönhetően utána akár már főiskolai és egyetemi tanulmányai során is nagyon tudtam erre támaszkodni, nem is beszélve a szakmai múltamra, meg a munkás éveimre. Én a középiskola után 1 évet dolgoztam, a Magyar Államvasutaknál helyezkedtem el, és forgalmi szolgálattevő tudtam lenni egyből, hiszen szinte egyből, pár hónap, 1-2 hónap gyakorlati idő után, hiszen itt megkaptam már olyan szakvizsgákat, ami felhatalmazott arra, hogy rögtön be tudjak állni dolgozni, ami nagyon szerencsés volt, és nagyon sokat segített. 1987-ben volt, úgyhogy valahol itt kell, hogy a tablónk, de talán éppen ez az út, hogy itt vagyok valószínűleg diákok között. Ha múltjára gondol, mindig középiskolás évei jutnak eszébe. Ezek határozták meg későbbi jövőjét. Szerinte ma is minden szakma hiány szakma, ezért a vasútforgalmi szakképzések most sem jelentenek rossz döntést. Vezérigazgatóként ő maga is több iskolában és egyetemen tart előadást. Napi szinten találkozik friss végzősökkel, pályakezdőkkel. Azon túl, hogy tudatosan építi fel az ember az ismereteit és a képzettségeit, ahhoz, hogy egy jövőképet el tudjon élni, amellett azért kell hozzá szerencse is, hiszen én is több felkérést kaptam, és többször mehettem volna Budapestre szakmai előrelépéssel, amiket nem mindig fogadtam el. Jó párat visszautasítottam, de egy idő után már mindig elfogadtam egyet-egyet. Így aztán én Szombathelyre kerültem, és ott lettem osztályvezető, aztán központvezető, egy területnek az igazgatója, ami már szintén jóval nagyobb feladatot jelentett. Majd onnét is kaptam folyamatosan a felkéréseket, és nem akartam Budapestre menni, az valahogy nekem idegen volt. Ezért egy ausztriai, osztrák-magyar vasútvállalat felkérését fogadtam el 10 évvel ezelőtt, és 2012-től pedig én lettem a vezérigazgatója ennek a vállalkozásnak, ami ennek a zárt körű részvénytársaságnak, ami most már egy cégcsoport, hiszen több leányvállalata van. Mindkét felsővezető tiszteli múltját és nem felejti el, honnan indult. Ezért nem csak a már végzett diáktársaikkal tartják szakmailag és barátilag a kapcsolatot, hanem az intézménnyel és a tanulókkal is. Mi is afele léptünk, vagy mozdultunk el, hogy ilyen szakképző intézményekkel próbáljuk a kapcsolatot erősíteni, ismét kidolgozni és felépíteni azt a rendszert, amivel tudnak nekünk segíteni, és már az általunk is, vagy az én kollégáim által is kidolgozott tanrend szerint és tudásanyaggal tudnak hozzánk
érkezni. Én magam is járok az elsősorban felsőfokú intézményekbe, címzetes egyetemi docens vagyok Sopronba is, a Nyugat-Dunántúli Egyetemen, de ugyanúgy Győrbe is, ahol korábban végeztem, de műegyetemre is járok előadást tartani, azért, hogy én is megértsem a hallgatóknak a gondolkodását, meg tudjak első kézből nekik információkat adni, és tudjak olyan lehetőségeket kitalálni, amivel ők is tudnak élni. Az én cégem is számos ahhoz hasonló egyébként konstrukciót dolgozott ki, mint ami akkor volt, amikor én tanultam, tanulmányi ösztöndíjakkal, nyári gyakorlatok szervezésével, de akár a képzésbe belefolyva a tanév alatt is részben foglalkoztatva a tanulókat próbálunk minél több és minél képzettebb munkaerőhoz jutni. Országos döntőbe idén is összesen 9 diák jutott tovább a Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Dombóvári szakgimnáziumából. Ebből 4 diák tanul vasútforgalommal és irányítással kapcsolatos területen.